A napjaim általában pörgősek. Elég sok mindent csinálok. Most én megtér? Nem olyan régen. Most önkéntesek segítik a reggeleimet az első kávétól kezdve az elindulásig. Október óta élek saját albérletben, előtte barátoknál laktam, még azelőtt pedig nagy intézetben. Hogy most először lakok úgy, hogy csak én lakok itt ebbe a szobába. Az összes segítőm nagyon jó fej, de még így is egy kicsit én vagyok alárendelt helyzetben. Én függök tőlük, viszont hogyha anyagi támogatást kaphatnának, akkor az a viszony egyenlőbb lehetne. Így talán tovább kitartanának mellettem az emberek, nem jönnek közben nekik új munka. Olyan emberhez nem jönnék, akivel nem érezném jól magam. Igen. És hogy ez neked is ez a fontos, hogy... Igen. Hogy ne olyan emberek jöjjenek, akiket így azt gondolják ott valakik, hogy neked jó lesz, és akkor eljön. Van egy olyan segítőm, akivel a fürdőszobában mindig zenét hallgatunk, és ott tök jól lehet lazulni. Na hát ez például ennek az ellentétje, amikor így lemosnak, mint egy gép. Az önálló élet nekem régen egy álom volt. Nagyon nagy, és megvalósult, ezért most merek még nagyobbat álmodni, és tudok hinni benne, hogy az is meg fog valósulni.